két-három héttel ezelőtt. מדברים על הפעילות בפארק, אנחנו גם נתאר אותה בקצרה, שכולם יבינו מה התמונה פחות או יותר. Az összes csekk, amit most teszünk, ez valóban a kérdések készít fel bennünket, és valóban ez mindenki megkapja a képet ebből, és... חופשים בסופי שבוע, והמצב בפארק הוא שהפארק עמוס במשפחות, עשרות משפחות, ugye ezek általában hétvégén történnek, tehát a helyzet az, hogy ott nagyon sok család van, körök vannak családokból, valamikor 10 ember van, amikor 50 ember van egy helyen, és a közönségnek a típusa, az vagy család, ami tényleg egy biológiai család is, vagy pedig egy csoport barát, két fajta, az egyik fajta szülők kisgyerekekkel, egy másik, ott pedig több felnőtt barátok nélkül, ez egy teljesen másfajta dolog akkor. Na vigyázzatok, mert ha nem beszéltek elég sokáig, akkor mindenki jöjj a teremből. Jönnek vissza mindjárt, optimisták vagytok, hogy arra, hogy csak a vécére mennek. Oké, én értem, hogy miért tűnik el minden tízes kör. Azért, mert itt súlyos problémák van, a kevés a mosdó, és ha ilyen sokan vagyunk, akkor le kell menni a földszintre. Tehát nők és férfiak, családok vannak itt a parkban, amiről beszélek, mondja a srác, és akkor így állunk készen, barbecue-ra meg, és mi nem akar őket zavarni a parkban. Tehát mindenek előtt hagyni kell őket, hogy egyenek. Tehát először kajálnak, ugye? Így van. Tehát amíg nem kajáltak meg, nem szabad oda menni, mert csak zavarjuk őket. Utána, miután befejezték a kaját, akkor sokkal kényelmesebb a helyzet, oda mehetünk a körökhöz, és megkereshetjük az embereket. Akkor ez egy jó pont, ahol meg tudjuk őket közelíteni. Tehát akkor van 3-4 ember, nők és férfiak. Először mindig a kérdésekkel kezdjük, nem a kérdőívekkel. Tehát mi általában a izraeli közösségről kérdezzük őket, így viszonylag könnyű kapcsolatba kerülni, és amikor befejeztük a kérdéseket, akkor megpróbáljuk további kérdéseket már workshop formájában föltenni. Tehát három fajta dolog van a családoknak, barátoknak, tehát még egyszer, és a kérdőíveink is így vannak, kialakítva, tehát idősebb embereknek, tehát vannak a tapasztaltabb barátok, akkor oda mennek, és mondják, hogy szeretnék egy érdekes megtapasztást adni önöknek, rögtön elkezdjük a workshopot, beszélgessünk egy kicsit, rögtön feldobják, hogy miről kell beszélni. זה בגדול על הפעילות. מה שרצינו לשאול, דבר ראשון, זה איך אתה רואה מעגל מוצלח? מה המטרה בעצם? תהת, זה נגון פונטו ששאיר דקש. דולוג. בסיכומה של הפעילות, איך אפשר להגדיר את זה כפעילות טובה, מוצלחת? שכולם נרשמים לחוכמת הקבלה, ללמוד כאלה קוראים לזה. קמפוס ראשון, נו. למה הם צריכים להגיע? תעתני במרון. כי יכול להיות מצב שאני בא, אני שואל כמה שאלות. הם צריכים להבין שיש כאן... מית כלנו עם קורבן, תעת... שיטה? Itt van egy kulcs, egy trükk, egy módszer, mondja Rav, amely minden közösséget megfelelően tud korrigálni, és minden közösséget tud segíteni minden probléma megoldásában, beleértve az emberi közösséget is. Tehát... így jutunk el a legnehezebb állapotba. Tehát még kapcsolati formában vagyunk ebben a fajta kapcsolatban. Tehát itt valóban van egy módszer, amivel korrigáltjuk az izraeli közösséget.
De mi viszi el őket ahhoz a konklúzióhoz? Tehát... Tehát, hogy... Tehát, ugye az utolsó kérdés pont ehhez kapcsolódik, hogy mi az, ami megoldást ad, nyilvánvalóan ez adja a megoldást a problémákra. Az utolsó kérdés, hogy láttok-e... Tehát ugye átmentünk az utolsó fél órán egy bizonyos dologban. Tehát hogyan tudjuk az egész izraeli közösséget megváltoztatni? Tehát hogyan tudjuk... Hogyan tudunk mi változtatni, tehát hogyan tudjuk elérni azt, tehát az, hogy hogyan tudjuk a... Tehát mi a törés, az egyéni törésével megtanuljuk, hogy ami eltört, az az emberek közötti kapcsolat valójában, és ezen a kapcsolaton keresztül tudunk minden... Tehát ezt kell éreznünk, hogy így tudunk kikorrigálni minden. Na de mivel hol mondjuk ezt a workshop szabályaiban? Nem, nekünk a workshopot olyan módon kell elrendeznünk, hogy ők eljutassa a kapcsolatra, hogy hirtelen elkezdjék érezni, hogy valami újat érnek el, valami új kölcsönös irányultságot, hogy valóban közel kerüljön a másikhoz. Tehát, hogy még ha önmaga, tehát minden családnak tudnia kell, hogy mi történik. Tehát érezni kell mindenkinek, hogy itt van valamilyen megoldás. Tehát hogy kell megszervezni egy workshopot ezen a módon? Tehát a kérdésen keresztül? Így van. Tehát azáltal, hogy ti... פארק באיזה מקום, בוא אנחנו נשכח לכל מה שיש, נעשה בינינו מצב רוח קל. Tehát, hogy egymás között kezdjük el ezt a hangulatot kialakítani. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Mindenki mond néhány szót. Aztán hogyan lehet ezt majd valóban integrálódni egymásba, tehát mindenki érezze a jó hangulatot. Ez a második kérdés, vagy harmadik kérdés? Tehát, tényleg minden problémát így kell elrendezni. Tehát nekünk ezen a módon kell minden problémát megközelíteni az izraeli közösségben. Így kell tanítanunk az embereket, így kell megszerzünk az oktatást, hogy így tudjunk egymásra gondoskodni. Tehát ezt csak fokozatosan lehet elérni. És... Tehát nektek kell tudni, hogy mi hogyan működik. Tehát én ebből az irányban, nyilvánvalóan a közösség irányába el vagyok kötelezve, és nekünk az egység szakértővé kell válni, és így tanulnak tőlünk. Így van, de a kapcsolatnak a titka,
az valóban a módszeren keresztül érzékelhető. Ez így van. Tehát minden tízes körben megtörtént, minden körben, amiről beszélünk, tehát leül x darab ember, és ha nem is tudja pontosan, hogy ki elrendezni ezt a tízes kört, de most van 200 ember, akkor egyre többen megtapasztalják ezt, és amikor már több ezer ember megtapasztalja Izraelt, akkor akár meg is tízszerezhetjük az emberek számot, akit elértünk, hiszen az embereket meg lehet tanítani arra, hogy képesek legyenek megtanulni a módszert magát, hogy hogyan lehet ezt a formát előre nyomni. Tehát, és azáltal, hogy mi minden egyes alkalommal a tévén, a rádión és egy dolgon keresztül képesek vagyunk egy oktatási rendszert megvalósítani a körök bölcsessége irányába, így mindenkit valamilyen módon ítéljük teljesen egymást, hogy mennyire érdemeltük ezt ki, tehát hogy ezek hogy hoznak nekünk mindannyiunknak előnyöket, hogyha elkezdjük látni, hogy hogy oldja meg a dolgokat, hogy lehetnek dolgok olcsóbbak ettől, és az egyetlen az emberek közötti kapcsolat, hogy oldja meg azt, hogy mindenkinek egy ilyen lakása. Tehát ehhez nekünk mind keresztül kell mennünk. Ez világos? Tehát szükségem van valami felébresztésre, hiszen néha látjuk azt, hogy mi a jó környezet, tehát mi itt vagyunk egy napos parkban, ez egy jó atmoszféra. Ne rosszra ébresztétek rá őket, hanem jóra. Tehát azt felejtök el elmagyarázni, hogy hogy a workshop végén, vagy még azt megelőzően is képesek legyenek élvezni azt, ami történik. Hogy valóban élvezzék a boldogságot. Tehát, hogy mint egy ilyen forna bennük a víz, mint a... Oké, na de akkor mi fogja azt okozni, hogy ők valóban keresztül menjenek ezen? Hát hozzánk kapcsolódnak, és a fényt akarják megszerezni. Oké, de az mit jelent, hogy ők összekapcsolódnak? Mit jelent mindez? Hát kapcsolatot kell intézni köztük. Oké, na de hogyha szabálynak megfelelően tesszük, tehát vagy ezt különleges módon kell megszervezni. Nem kell itt túl nagy nyomás helyezni mindenre. Tehát egyet kell érteni. Hagyni kell, hogy integrálódjanak egymásba. Tehát, hogy a kör középpontja felől haladjunk valamilyen módon. Tehát... Tehát egy világos módon tudjuk ezt a kapcsolatot érezni és felépíteni. Oké. Akkor ez a workshopnak a szerepe, mondja rá. Tehát jön a fény, én minden a fényből jön, tehát a fény hozza. Tehát nyilván egy bizonyos fajta kapcsolatot kell elérni. Jó, ezt értjük. De elmondaná a legfontosabb szabályt, amit követnünk kell annak érdekében, hogy a fény jöjjön. Hogy fölémekedtek a problémáknak. Tehát mi valóban jót akarunk, a jóval akarjuk összekapcsolódni a csoportunk középpontjával. A kör középpontjában.
hogy mindannyian egyek akarjuk lenni. Hogy valóban... Elfelelkezésünk minden másról. Mi nagy különbséget látunk. Akkor a csoport között, az összekapcsolódott csoport között. Én nem tudom. Tehát most kire gondolsz, hogy szerint a workshopokat? Így van. Tehát ahogy elkezdesz szervezni a workshopokat, akkor lehetséges, hogy ha megszerveztetek úgy, hogy ti még jobban összekapcsolatok, az jó. Tehát nyilván a csoportnak magát kell felkészíteni. Tehát ez nagyon fontos, és nyilván akkor fel kell készülnünk nekünk is. Oké, de nincs kapcsolat a csoport tagjai között. De mit jelent ez? Hogy a csoport, a team csoportja, a tímen belül, aki szervezik, nincsenek egymásra megfelelően összekapcsolódva. Hát pontosan ez a lehetőség, hogy felemelkedjetek minden egyetértés fölé, tehát hogy ez lenne a legerősebb a számotokra. Hát olyan embereket tegyetek össze, akik azért egy szinten vannak a csoport elérésében, és képesek azért összekapcsolódni. Oké, na de hogyha még mindig nincsenek megfelelő összekapcsolódni, akkor lehetünk sikeresek. Az nem jó, hogyha ez így van. Kapcsolódniuk kell. Nyilvánvalóan a cél fontossága az mindent meghatároz. Itt valami új van, ami fölé kell emelkednünk. Én értem, amit mondasz. Tehát ami tegnap volt, az amit halott, ugye? Tehát nekünk boldognak kell lenni azzal a ténnyel, hogy itt ellentmondások bukannak föl. Hogy a bűn az föltárul. Tehát néha az emberek nagyon csalódottak. A külsők. Na ez jó. Vannak körök, akik nagyon hamar lehangolódnak. לא הצלחנו לעודד אותם, זה מצב, הוא אומר, אין מה לעשות, שום דבר לא השתפר, המצב זה, בסדר גמור. תראה, אוקיי, אתם תראו, מאיפה הם באת, או ליטוני, אוקיי, זה כול שפור, מגועת, זה שם לי, מידה רוס. אתם נמצאים במצב רוח כזה. אז תראה, במובן הזה, תראה, אתם מרגישים ש... איזה הוא דולוג. תראה, מי... יהיה מודון כאילו לעשו כסת הפרובלמת, נלווהם. בוא, אנחנו בינתיים נעשה כאן חיבור טוב. אנחנו בינינו יכולים את זה לעשות. Tehát az a lényeg, hogy jó kapcsolatban legyetek egymással, meg tudjuk ezt tenni egymás között, vagy nem? Tehát nem kapcsolódunk a politikusokhoz, nem kapcsolódunk a rendőrséghez, de mindenki máshoz, igen, tehát aki ezen a mezőn dolgozik, tehát mi... Egymás között akarunk összekapcsolni, de azon, de egymás között helyesen. Tehát hogy lehetünk mi szuper kapcsolatban egymással? Tehát, hogy valóban ahelyett, hogy... Tehát nekünk mindig azt kell megvizsgálni, hogy mi mennyire vagyunk képesek, mi mire vagyunk képesek. Tehát az, hogy mi mindig ott ülünk és erőltetjük ezeket, nyilván nem bennünk ettől magával jobbá. Tehát azt kell megmutatni, hogy mi jobbak vagyunk, mint ők, jobb emberek, és akkor követni akarnak majd bennünket. Mert valóban ez lesz az igazi kölcsönösség, az igazi viszonossági kapcsolat, jó szellemiség. Tehát...
Tehát ezeket mind látnunk kell ahhoz, hogy megfelelően tudjuk összekapcsolni. Tehát egy ilyenfajta viszonyt kell egymás között kialakítani. Tehát lehet, hogy jobb, ha elkezdjük egy személyes állapotban, hogy mindenkivel... Tehát nyilván itt egymás között kell ezt a kapcsolatot elérni. Igen, ez így van, tehát... Tehát mondjuk 20 perc relaxáció. Tehát mindenki egy olyan állapotban kell, hogy legyen. עכשיו אנחנו מכוונים לפעילות איכותית, כמו שאמרת. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו יוצאים לשעתיים, שלוש, ועברנו ארבע, חמש... תעת נקוין, כי יש... או מינושגים, צ'רק את זה כאל פעולת לנו מהמוקד. כנראה שככה זה, אתם יודעים. תעת נקוין, נהיה, יוד, חוט, נהיה, שלד, עוד נקצו גלעתוגות מ-XIDO עלת, אוקיי. לא הצלחנו להגיע למצב של סדנה. אז תהיו עוד יותר מדהים. בגללם או בגלל התנאים. Néha csak néhány kérdést tudunk föltenni, és nem tudunk eljutni a workshopig. Ez miattunk, vagy miattuk, ez most részletkérdés. Szerintem el kell jutnunk, oda, hogy föltesszük az általános kérdést. Tehát néha nem vagyunk sikeresek, néha pedig valóban... Hát néha ez, néha az. Tehát így, hogy tudtok jó viszonyba kerülni egymással? Tehát... Ez mind a tapasztalatból fog majd jönni. Tehát itt mindenkinek arra van szüksége, hogy megtapasztalhassátok azt, ami a lényeg. De még egyszer. Tehát világosan kell látni, hogy a workshopból hogy kell felállni, és hogy kell eljutni a workshopból, világossá kell tenni. Ez az ő számukra is, hogy ez egy megoldás, az egész a megoldásról szól. Az összes problémára, a világ összes problémára ez a megoldás. Tehát Izrael minden problémája az izraeli közösségnek a kapcsolatával megoldható. Tehát, hogy mindenki hogy kell, hogy egymás felé úgy forduljon, minden szociális probléma felé, hogy ez lesz a megoldás. Ez nagyon fontos, hogy ezt érezzétek. Tehát... Ez egy hatalmas elérés, ha ezt sikerül így megtenni. Később pedig majd egy kicsit többet is mondhatunk, hogy működünk, milyen módon. Ez a korrekció ideje a társadalomban. Oké, tehát ha még egyszer összefoglalnánk, hogy mi a megoldás, te befejezzük a workshopot, akkor mi a megoldás? Hogyha ilyen workshopot csinálunk minden nap, mindegy házi feladat, minden nap csinálunk fél óra workshopot, tévén, rádión és mindenféle forrásban, amikor ülök az autóba, amikor telefonálok, lényegtelen, hogy hogyan, az emberek iszonyú mennyiségű időt csesznek el erre, tehát egy ilyenfajta workshopot kell kitalálni. Tehát nyilvánvaló, a tömegmédiában is lehet ezt nyomni. Tehát el kell jussunk úgy az emberekhez, hogy teljesen más módon kell eljutnunk. Természetesen. זה האמצעי, כאילו הסדנאות, אבל למה? מה הם צריכים להגיד בעצמם, שיש בתוך... אוקיי, נו, זה workshop נו, זה אסקוזה. נו, זה מי, אבל נעשו יוק. מגיעים לחיבור, דווקא על ידי שיטה הזאת, מגיעים לחיבור. אתה מי הרידי כאו, איזה workshop בו איזה עומק עודש, איזה... מי עוזר מפעולה מעליית את זה, של קפצ'ולה. תתה קפצ'ולה תפוגי בנתק, בנוק, בנתק, איזה פעולה מעליית. Ezt meg kell tanulni, hogyan kell ide eljutni. Lehet, hogy ez kell egy-két kurzus.
Ez a viszonyoknak a megváltozása az emberek között, vagy mi? Igen. נו, תבוא לכאן, יש כאן מיקרופונים. רציתי לשאול על, על הקשר בין, בין התהליך שאנחנו עוברים איתך יום-יום בשיעור בוקר. הנה הקופ שאתה עושה את נקד הזה. שאנחנו מעבירים לקהל הרחב. הוא יעד מנקורג אלצקינק עוזר לפותן. מפני שבכל שיעור בוקר אתם משתנים במשהו, ודאי שיש... בראו. הקופ שולט אז נם עצרי דולוג. Mert minden egyes reggeleckén változtok valamilyen módon. Tehát az, hogy hogyan befolyásol benneteket, és hogy a kapcsolatokat a köröködsz, ez változik. Tehát ez egy természetes kapcsolat, ez így működik. Ez az, hogy ennek meg kell történnie. Tehát a reggeleckén nekem megvan a saját tervem, hogy mit kell tenni. A cél... az az, hogy mindenek előtt kell egy csoport, amely össze van kapcsolódva, amely annyira egyesül, amennyire csak lehet, és akkor érezhetjük a kapcsolatok között, amin átmenjünk a reggeli leckén, hogyan tudunk összekapcsolódni, és akkor majd azt is fogunk érezni, hogy hogyan kell egymás között kapcsolódni, és az alsó szinten. És a kapcsolat köztetek és az emberek között, az úgy fejlődik és úgy jön elő, minden egyes alkalommal fejlődik. Ez az, amit megtörténik. Én nem akarom meghatározni, mi történik kívül. Én nem akarok ebbe vele menni, nem is értem pontosan. Én, amit tudok adni, tanácsok, általános tanácsok. Az annyira ott is, hogy Dafka Lucmata... Tehát amiről nekem gondoskodni kell, az köztetek és a teremtő közötti kapcsolat. Ez az, amiben én tudok nektek segíteni. האם זה תלוי בעד כמה כל אחד משתתף אוקיי, דקו יון הפיין, ראיתם קרסטיל הקורקוז, אז איבן שופן ראיתו פיקו את מינדן אדיה שמבר, עוד ירס תלת כשורן תהת, וכי אמר את שומו כולם שייק, אוקיי, מינדן אדיה כרה יון נפונטה, בינתיים זה מבולבל, Tehát, hogy lehet eljönni az intenzitást? Mindeközben mondja a itt egyfajta keveredés történik, mert nektek együtt kell dolgozni. Valódi kapcsolatban kell jutnotok a teremtővel, és még nem értétek ezt el. És a spirituális impressziók hogy fognak megjönni a nagy közösséghez, ezért... valaki, aki nagyon jó fickó, nagyon szociális, tudja, hogy kell beszélni, hogyan kell izgatottá tenni embereket. Lehet, hogy sokkal jobb munkát végeznek ilyen szempontból. Ugye ez az emberi szint, ahol ez megjelenik. Tehát amikor kapcsolatba léptek a tömegekkel, akkor még minden nagyon sok dolog van az ő szintjükön. Hiszen nektek tapasztalt embereknek, akik irányítják a csoportot különböző szempontból, tehát nem mondhatjátok azt, hogy... hogy ki mennyire lehet sikeres ilyen értelemben. Tehát az a fajta kapcsolat fokozatosan jut el az emberhez egy világos módon. És mivel a fény rajzatok keresztül érkezik hozzájuk, hogyha workshopot vezettek az embereket, olyanokkal, akik nem kapcsolódnak hozzánk, lehet, hogy már akkor elérik valamilyen mértékben, ami történik,
De nyilván nem lesz elég erejük a fényhez, de képesek lesznek valamit elérni, mivel ami dolgozik, az mindig a fény, tehát ez fontos tudni és látni, hogy az ember mennyire érti, hogy mi történik vele. Oké, be kell, hogy fejezzük, magyarabb, mivel ma még két lecke jön. בהמשך למה שעשינו אתמול, ובכלל כל הכיוון הזה של מתן תורה. לפני שיעור? זה המשבצת, 3-5. אחרי זה יש סעודה חצי שעה, ובלילה יש לילה דקן. כן. אוקיי, אז במשבצת החברתית אנחנו תכננו לעשות... ugye, lesz majd éjszakai lecke is, de kiírjuk, az a mennyiszen éjszakának az estéje van ma. Tehát ma késő esti lecke is lesz, egy éjszakai, mondhatnánk így. אנחנו שעה איתך. Frabból tisztelnek, hogy mi legyen ott. Jó, ez a lecke befejeződött, barátaim. Tehát... akkor mindenkit a délutáni leckén várunk, és akkor folytatódik a Savuot ünnepe. Sziasztok! מה אתה ממליץ לנו לעשות? לא, על ביקורת אני לא ממליץ עדיין לעשות, כי זה עדיין לא כל כך יהיה ברור לכם ויהיה בלבול. מה כן? אני ראיתי את זה, מחוסר אפילו קומוניקציה בינינו בזה. מה שאתם רוצים, אבל בקשר לחיבור. חיבור ביניכם, חיבור עם החיצונים. חוץ מחיבור אין לנו שום בעיה. זה ברור, נו, בשביל מה כל חומת הקבלה? כדי לחבר כלי השבור. נו, אז בהתאם לזה, אם תרצו אותי, אני לא רחוק. בסדר, אני אתקן אותך. והסדרן. כן, אז אנחנו עכשיו נעבור בזריזות לדיווחים. ב8:15 תהיה לנו את התפילה עם הבר מצוות. אז ב9 תהיה לנו סעודה. ועכשיו אנחנו נתחיל, יאיר. ולשיר קודם. לשיר. שיר. וואלה. לא 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 לא